Superben 2. Biztos emlékeztek még Bensonra, más néven Superbenre, aki legyőzte a gonosz rázgúrt. Történetünk ekkor még korán sem ért véget. Superben! 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 Még csak ekkor vette kezdetét. Ruha nem található. Ruha nem található. Ruha nem található. Csendben legyél! Nem csak, hogy rendkívüli bátorságról tett tanúbizonyságot, hanem azt is megmutatta, hogy legyen az ellenség akármilyen erős is, ésszel és furfanggal bárkit legyőzhetünk. Gyerekek, nagy tapsot kérek Bensonnak, városunk szuperhősének! Szuperben! 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 Köszönöm, barátaim! Köszönöm, polgármester úr! Megtiszteltetésnek érzem a kitüntetést, de nem vagyok én szuperhős. Csak egy átlagos fiú vagyok, aki szembeszállt egy zsarnokkal, ennyi az egész. Ezért arra kérnék mindenkit, hogy ne hívjatok Superbennek. Benson vagyok. Egy átlagos, egyszerű fiú ebben a nagyszerű városban. Benson! 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 Ám Sconville City ekkor még nem is sejtette, milyen veszély leselkedik rá a földön kívül. Húga, húga, humuga. Aznap, amikor a város lakói már mélyen aludtak, a gonosz Tyrus, aki a Cygnus csillagkép egyik törpe bolygójáról szökött el, az éjleple alatt alászállt űrhajójával a város peremének egyik félreeső szegletében. Húga, húga, humhúga! Húga! Húga, húga, humhúga! Tyrus csatlósai azon nyomban el is indultak a város szívébe. De vajon mit célból érkezett? Mit keresne egy földön kívüli szökevény az emberek bolygóján? Csak várjatok és megtudjátok! Az éleple alatt Tyrus csatlósai hatalmas pusztítást végeztek. Méreggel fecskendezték be az erdő állatait, melytől azok lebénultak. Húba, húba, humhúba! Akkumulátor merülőben, akkumulátor merülőben, akkumulátor merülőben. Most meg mi van? Kezd meg a napelem töltését, kezd meg a napelem töltését, kezd meg a... Aj, nyugi már! Napelem töltés alatt. Napelem töltés alatt. Napelem töltés alatt. Szívesen. Most örülsz? Anya, apa! A szakértők értetlenül állnak az erdei állatok lebénulása előtt. Elképzelhető, hogy a tó vize elszennyeződött. Legalábbis egyelőre ezt gyanítjuk. Ilyet még sosem tapasztaltunk. Amint láthatják, egyelőre csak találgatni tudunk. Konkrét válaszsal nem tudunk szolgálni. Mindez aggodalomra ad okot. Ám az állatorvosi kamara megerősítette, hogy az állatok szívverése stabil. A fényre és a hangokra pedig továbbra is reagálnak, csak mozogni nem tudnak. Tiéd a szó, Mike. Mi történhetett? Szerintem is. A tóvíze okozta. Elképzelhető. Te meg hová mész? Dennyvel találkozom. Előbb a reggeli, csak aztán mehetsz, fiatalember. Anya! Benson! Jó. Szia, Superben! Mi a helyzet veled? A nevem Benson. Anya, nézd! Az ott Superben! Ahó! Úgy tűnik, elvesztettem a valódi énemet. Ez meg mi? Ekkor hirtelen hatalmas pánik tört ki a városban. Az emberek fejvesztve menekültek, Benson pedig döbbenten figyelte őket, amikor aztán... Húba, húba, húba!
Ne, kérlek, engedj el! Hála neked, most már a nyelveteket is beszéle. Ó, kérlek, engedj el! Megkegyelmezek, öregy! Ekkor Tyrus csatlósai is felbukkantak, ám ekkor már sokkal nagyobbak voltak. Óriásokként dúlták fel a várost, pusztítást hagyva maguk mögött. Jaj, ne! Ezek meg miféle lények? Benson elrejtőzött egy üzletben, hogy meglesse, mi okozta a káoszt. Eközben a rendőrség is megérkezett, és tüzet nyitott Tyrusra és a csatlósaira. Szánalmas védelmi rendszer! Nem is csoda, hogy ez a bolygó csak harmadfokú. Futás! Ez az, fussatok! Fussatok, csak szánalmas kis lények! Elfuthattok, de nem menekülhettek előlem. Mától a ti jelentéktelen kis bolygótok az otthonom, és én uralkodom felettetek. Az itt rejlő összes arannyal pedig minden eddiginél erősebb fegyvert építek, amivel leigázom a bolygómat, letaszítom a királyt és elveszem a lányát. Aztán egymás után elfoglalom az összes lakható bolygót. Hubá, hubá, hum, hubá! Muszáj tennem valamit. Eközben a légierőt és a hadsereget is bevetették, hogy visszaverjék az űrlény inváziót. Hatalmas torlódás van az autópályán. Az emberek tömegesen menekülnek a városból. Az épületek romokban hevernek, a járműveket pedig betemette a törmelék. Űrlény invázió áldozatai lettünk, a földön kívüliek pedig egyre nagyobb területeket foglalnak el, és egyre jobban szorítanak ki minket a városból. Benson, merre jártál? Benson, kisfiam! Gyere, most rögtön elmegyünk innen. Mi? Nem! Nem fogom cserben hagyni a várost. Megállítom az űrlényeket. De Benson... Hadd csak, szívem! A városnak most pont egy ilyen hősre van szüksége. Benson már biztos kiötlött valami terv. Ostoba emberkék, nem menekültök előlem! Megtalállak titeket, mindnyájatokat! Most már aztán senki sem állíthat meg! Napelemtöltés befejezve! Jól van, szuperruha! Úgy tűnik, újabb küldetés vár ránk. Benson, üdvözöllek! A ruha eltűnt. Itt egy másik. Most ezzel kell beérnünk. Szuperruha aktiválva. Parancsodra várok, Benson. Nem, a nevem most Szuperben. Pusztítás, káosz és félelem. A város legrosszabb rémálma valóra vált, és semmi reményük nem volt. Tyrus és csatlósai lelőtték a helikoptereket, és visszaszorították a hadsereget. Úgy tűnt, a városnak végleg befellegzett. Ám ekkor aztán... Anya! Nézd! Szuperben! A reszkető szíveket reménység töltötte el, amikor meglátták a levegőben szárnyaló hősüket. Szuperruha, aktiváld a lézersugarat! Lézersugár aktiválása 1, 2, 3. Ez az! Ben egytől egyig megsemmisítette a csatlósokat. Mi? Ez meg kicsoda? Hubá! Ő a mi hősünk! Valóban. És mondd, hogy fog a ti hősötök megmenteni tőlem? Melvin, kisfiam! Köszönöm, Szuperben! Ám Benson tovább is állt, mivel tudta, hogy munkája itt még nem ért véget. Tűnjetek a városomból! Hubá, hubá, hubá! Szuperruha! Aktiváld a sokkolót! Ez az! Szánalmas fegyver! A seregemet talán legyőzheted, de engem nem tudsz! Szuperruha! Ide valami erősebb fegyver kell! Ragacsgomba aktiválása! Igen! Ragacsgomba! Várj, micsoda? Elég! Hagyd abba! Hubá! Ez bevált!
Szuperruha, repülj! Egyik fegyver sem működik. Mit tegyek, mit tegyek, mit tegyek? Várjunk, megvan. Ha az emberünk űrlény, akkor űrhajója is kell, hogy legyen valahol. Szuperruha, aktiváld a nyomkövetőt. Keres azonosítatlan repülőtárgyat. Nyomkövető aktiválva, tarts éjszakra. Ott is van. Veszély közeleg. Most mit tegyek? Nem értem ezt a nyelvet. Várjunk. Ez a jel. Ezt láttam az űrlény fegyverén is. Jól van, próbáljuk meg. Tyrus már majdnem utolérte Superben, ám ekkor egy nagy erejű fényűrrel lövelt ki az űrhajóból, és leterítette. És ezzel vereséget szenvedett. A tömeg örömújongásban tört ki. Superben ismét hősies tettet hajtott végre. Superben! 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 Ez pedig a további epizódokban sem lesz másképp. Hiszen ha a gonosz valahol felüti a fejét, Superbenre mindig számíthatunk majd.